Buda Molnár Veronika, a Dombóvári Választási Bizottság elnöke adta át képviselői megbízó levelét Potápi Árpád Jánosnak, aki ezzel hetedik ciklusát kezdi meg a magyar parlamentben, és lesz a Dombóvári, illetve Bonyhádi térség országgyűlési képviselője. A választókerületben 39.625-en éltek választói jogukkal, és 24.362-en voksoltak Potápi Árpád Jánosra, ami az érvényes szavazatok 62,44%-át jelentette. Potápi Árpád János azt mondta, kiemelkedően fontos, hogy az önkormányzatok vezetője és az országgyűlési képviselő között megfelelő bizalmi viszony és munkakapcsolat alakuljon ki. A munkám javarészét eddig is a térségem képviselete jelentette, az, hogy ez a választókerület, az itt élő emberek érezzék azt, hogy ez a térség fejlődik, és szeretném azt elérni, hogy azok az emberek is bízzanak bennem, akik esetleg is nem mentek el szavazni, illetve nem rám szavaztak. Számomra ők is nagyon-nagyon fontosak. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere házigazdaként kiemelte, a város jelentős fejlődésnek indult, és ebben a település vezetésének és az országgyűlési képviselőnek közös akarata érvényesült. 22-ben Dombováron és a kettes számú választókörzetben visszaköszönt, hogy ez a kapcsolat jól működik, és a választók is elismerték, hiszen több mint 60%-a úgy döntött, hogy folytassuk tovább együtt ezt a közös munkát. Filoni Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere azt mondta, közös sikernek tekinti a választás eredményét. Ha mindenki teszi a maga területén a dolgát, akkor lehet sikert elérni, meg akkor, hogyha van bizalom a másik ember iránt, és ugye ez a mi kapcsolatunkban nem megkérdőjelezhető, hiszen nem 97-ben láttuk először egymást, hanem gyerekkorunk óta együtt nőttünk föl, úgyhogy az az emberi szoros kapcsolat, ami van közöttünk, és az önkormányzatiságban, az országgyűlési választások kapcsán, és egyáltalán a közéletben való közös több évtizedes munka, az meghozta a gyümölcsét. A választókerület minden településén sikerült az elmúlt ciklusban valamilyen fejlesztést végrehajtani, mondta Potápi Árpád János, és reményei szerint ez a tendencia folytatódik majd az előttünk álló években is.